Ezt követően két hét, és érkezik a Magyar Demokrata Fórum második országos gyűlése, ahol ugye Antalt elsőprő többséggel 97%-kal elnökké választják. Mit érzett a MDF vezetősége, hogyan élte meg a elnökké választást, meglepte az eredmény, milyen volt a hangulata a elnökségi szemmel ennek a országos gyűlésnek? Antal előtt az MDF-et nem lehetett karakterizálni. Nem lehetett mondani, hogy van egy profilja, van egy iránya. Egy amorf, nagyon lelkes társaság volt. Abszolút egy mozgalom, nagyon széleskörű, nagyon jó emberekkel, még Csáky Bandi is ott volt, szóval tényleg jó ember. Tehát egyszerűen nem volt fazonja az MDF-nek, és egyáltalán nem volt cselekvési programja. Tehát még az, hogy hogyan legyen, ha ő azt akarja, hogy legyen parlamentáris demokrácia, ezt a szót azért ismerte, de hogy ez hogyan vezetődik át innen oda, erre nem volt elgondolása az MDF vezetésének se. Tehát a vezetés ott állt forgatókönyvek nélkül. Antal bejövetele 89 elején, vagy nem tudom mikor, tehát amikortól bejön Antal, most az időpontok azt majd, de én nem emlékszem pontosan, onnantól kezdve egy karakterré válik, és elkezd formálódni egy profil. És ez a profil egyúttal kész terveket is hordoz, amiket nem rakott nyilván azonnal az asztalra, de látszott, hogy amikor felmerül egy ügy, akkor tudta, hogy ezzel mit kell kezdeni. Tudta, hogy milyen választójogot kéne csinálni, tudta azt, hogy mit kezdjünk ezzel a ragaszkodással a szocialistáknál az erős köztársasági elnöki poszthoz, amit választásokkal, közvetlen választásokkal meg akarnak csinálni. Erős köztárs, ezzel mit kezdjünk? Neki volt elgondolás, hogy gyerekek, hát nem egy prezidenciális rendszert kell létrehozni, hanem egy gyenge köztársasági elnöki funkciót kell. Persze, köztársasági elnök kell, de mert azzal lehet valamit kezdeni. Mit kezdjünk azokkal, amiket beterjesztettek ugye a 89 nyarán, és egyáltalán, hogy milyen párt is a Magyar Demokrata Fórum. Ilyen szempontból az első nagy törés ez a országos gyűlés, amikor a szocialisták reformszárnyával, tehát a Pozsgai körrel szoros kapcsolatokban lévő és személyiben is, mert mindig személyekről is szó van, elkötelezett emberek, hát óriási csalódással érik meg Antal győzelmét. És akkor van egy törés, tehát Bíró Zoltánék körével van egy törés, ami bekövetkezik. Hadd kérdezek gyorsan még vissza, ugye 97%, tehát 3% a nem vagy vagy a tartózkodás, vagy az érvénytelen, hogy nem lettek, ez a kör akkor nem lett olyan túlságosan nagy, mert hogy csak 3% nem szavazott le, rendben, hogy egy jelölt van, vagy mégis úgy voltak, hogy leszavaztak Antalra, de közben csalódottak voltak, vagy nem? Nem az MDF-ről van szó, hanem az MDF vezetésének egy részéről van szó, mert ugye, ha szabad ezt mondani, Antal bejöveteléig az MDF vezetésében túlreprezentált volt a reformkommunistákkal együttműködő erő. Ugye, mert ott volt Bíró Zoltán, ott volt Kisgyé Csaba, tehát túlreprezentált volt a tagsághoz képest. Ezért az igazi csalódás őket érte, nem a tagságot, tehát itt akkor rosszul fogalmaztam, de ezt a kört érte a csalódás, és ez egy törés volt a vezetésben, hát ennek a nyomait még ma is látjuk, hát vannak személyek, akik Antalt ma is elég rossz színben próbálják feltüntetni, elég jelentős kutatóintézet élén. Alapszervezeti tagként nem, mit lehetett ebből látni? Hogy egészítsem ki annyival, legalábbis az utólagos ismeretek alapján, hogy Antal azért bizonyos okig feltételnek szabta azt, hogy a bíróik távozzanak az elnökségből egyrészt, és ha visszaemlékszünk az akkori beszédére, ő nagyon fontosnak tartotta a legitimációt. Abszolút. Tehát ő talán szűkebb körben olyan kijelentése is volt, hogyha 80% alatt van a szavazás, akkor ugye nagyon nem vállalná, de a beszédében is ezt, meg a metakommunikációjában éreztetni tudta azt, hogy itt igen, ő nagyon erős felhatalmazást kér arra, hogy ezt a szervezetet vezetni tudja, és szerintem ez is ahhoz vezetett, hogy 97%-ot ért el.